Ladies and gentlemen, kedves barátaim, my name is Lisa Helfand and I'm the Canadian ambassador. Isten hozta önöket a Kanadai nagykövetségen. I appreciate the time that all of you have taken from your busy work days today for this important event. This year marks the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Hungary and Canada. Cette année, c'est le 50e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques entre le Canada et la Hongrie. Today's event is the latest in a series which celebrates the depths and strengths of our bilateral relationship in a variety of spheres. Canada is proud to have Hungary as a friend, an ally, a trade and investment partner, as well as the source of 300,000 person strong Hungarian diaspora, which has so enriched our country. I'd like to thank our guests of honors, Mr. Frank Hasselbratz, chairman of the board and founder of Linamar, and Susan Papp, co-author of the biography Driven to Succeed, who have traveled all the way from Canada for this event. Thank you also to Mr. Gabor Lambert, editor-in-chief of Figaro magazine, one of the country's leading business publications. He will be acting as our moderator today. This story is an important one. This is about a man who fled Hungary after the 56 revolution and came to Canada with almost nothing. What he did bring with him was skill, vision, and the drive to succeed. This year, we actually celebrate two 50th anniversaries. Linamar was founded in 1964, the same year Canada and Hungary established their diplomatic relations. Frank Hasselbratz started a business in his basement. This business, Linamar, is now Canada's second largest automobile auto parts manufacturer, and it's grown beyond Canada's borders. It has 44 manufacturing facilities around the world. Linamar in Hungary employs more than 2,000 people. This is a remarkable success story. I'd like to share with you another side of this story. Linamar's investments in Hungary are part of a larger flow of Canadian investment to this country. In fact, Hungary is the 12th largest destination for Canadian foreign direct investment abroad. In 2013, almost $11 billion from Canada were invested here. Our bilateral trade and investments have made both of our countries stronger and richer, improving the lives of citizens on both sides of the Atlantic. And a new chapter in our commercial ties is about to open. Canadian and EU negotiators recently finalized the text of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, called CETA. This agreement is also known as the EU-Canada-Cusitif-At-Fogo-Gostashagi Eshkeresh Kedami Megalapodash. I will be practicing that. This agreement will remove trade and investment barriers between the EU and Canada, allowing our economic ties to flourish even further. It's a win-win. I'm proud to be here at a time when our economic relations will reach an even higher level. As Frank Hasselbratz has taught us, business success does not come easily. But success will only come to those who have the courage to reach out and grasp new and exciting opportunities. I look forward to supporting new and existing business ventures as they seize the opportunities created by CETA. I now call upon Gabor Lambert, who will moderate discussion with Frank Hasselbratz and Susan Papp, who have a great story to share with us today. És tulajdonképpen a következő másfél órában egy könyvről beszélgetnénk majd, amelyik tavaly jelent meg, és ezt említette a nagykövetasszony, ennek Susan Papp az egyik társszerzője. Ami lényegében arról szól, hogy hogy született a Linamar sztori. I'm not leaving. Yes. Magyarul beszélnénk, de tolmácskészülékek mindenkinek a rendelkezésére állnak, és hát időnként Házenbratz úr is majd azt mondta, hogy angolra fog váltani, ha valamit pontosabban szeretne kifejezni. A bevezető képső, ugye így néz ki ma a Linamar, mindenki megismerkedhet a sztori méreteivel, azzal, hogy mit is jelent ma a világban a Linamar, de egy kicsit visszamennénk az időbe, pontosan
1937-ig. Ez az első kép Házenfranzóról. Két éves volt ekkor. Hol viszont ez a kép? Hasonlítván? Hát... a vonásokat feltettem. Ez száron készül, gondolom. Látom, hogy ott voltam, de nem emlékszem rá. Száraz való Tatabánya közelében. Tatabánya, ja, van 50 kilométerre van Budapestről. Milyen nyelven szokott álmodni? Milyen? Milyen nyelven szokott álmodni? Mostanában hangolom. Ez elég, ez körülbelül 10 évig magyarul gondolkodtam, és mindent lefordítottam a fejembe. Úgy matematikában, úgy nyelven, de utána ez által lassan. Én azért kérdeztem, azt gondoltam, hogy németül, hiszen az anyanyelve az német. Nem. De előtt tanult meg németül, mint magyarul, ha jól tudom. A családunk, a mi házunkból, egészen a háborúig csak németül beszéltünk. Az iskolától kezdve kezdtünk magyarul beszélni. Szóval az egész Szár egy sváb falu volt. Sváb falu volt. Ott egy pár magyar család, de nem sok. És iskolában is a németet tanították egészen 45-ig, míg a háborúig. Hogy élte át a háborút? Mire emlékszik? Hát, Száron a front ott állt 3 hónapig. Úgyhogy borzasztó volt a szülőknek, meg a... Mint gyerek nem is volt olyan rossz. Kivéve egyes dolgok, mikor az oroszok bejöttek, hogy miket csináltak kaszafál, és nagyon rossz dolgokat csináltak, de mint gyerek, mi tanultunk sokat belőle. Milyen emlékei vannak az oroszokról? Hát, szerintem az oroszhoz szükség van, mert így minden más ország jobban néz ki. Ez már egy következő kép. Hol készült ez a kép? Hát ez már kitelepítés után, mert minket kitelepítettek, vagyis átelepítettek Pétes Kozmán. És ezek a testvéreim, meg egy unoka testvér, az itt is van, és a nagybátyám. Száról, ha jól tudom, több mint 100 családot telepítettek ki Németországba 1946-ban. Önök hogy úszták meg, hogy nem kellett ki Németországba? Nem is tudom, hogy megúszták-e így visszaemlékezve. Ez úgy volt, hogy volt egy jelölő bizottság, és hát először kihagytak minket. De két évre rá, vagy három évre rá, minket is bevettek. De viszont csak Pétes Kozmáig kellett elmenni. Igen. Ez pár kilométer, jól emlékszem. Van 8 kilométer. Mindent hátra kellett hagyni, ugye teljesen? Mindent hátra kellett hagyni, a vagyont elvették, és... hát ez a szerencsénk is. Ezt úgy kell nézni, ha ez nem történt volna, mi talán a bányákban dolgoznánk. És szerencse az volt, hogy apánk mondta, hogy na, mindenki szakmát tanuljon, mert a szakmát nem bírja elvenni senki tőletek. Úgyhogy mi elkerültünk Budapestre. Egyébként, ha jól tudom, ez az egyik életfilozófiai tétele, hogyha valami szerencsétlenség éri, vagy valami sorscsapás, akkor utána valami jó is következik. Hát általában, ha egy rossz dolog történik, ha az ember előre néz, megpróbálja a jó utat keresni, általában meg kell köszönni, hogy ez úgy történt, mert mindig jobbra fordult a helyzet, és ez többször előfordult. Itt azt hiszem egy családi barátnak köszönhette, hogy kitelepítették önöket Vértes Kozmára az Isten háta mögé, és mégis egy nagyon jó oktatásban tudott részesülni. Igen, egy francia nevezetű tanár
a felsőgallai polgári, ami most Tatabánya. Van, ami egyik legjobb iskola volt Fehér megyében. Ő háború alatt hozzánk jött mindig ennivalóért, és ő segített bejuttatni minket ebbe az iskolába. És ő később segített, hogy Budapestre is menjünk. Hogy volt a Budapesten akkor az oktatás? Tehát mire tudott jelentkezni? Úgy tudom, hogy a Csonka János gépgyár gyakornoki programjában kapott helyet. És, de ez nem volt olyan egyszerű dolog, tehát akkor is kellett ez valamiféle rátermettség, protekció? Mi kellett pontosan? Na, nem volt protekció. Az igazság az, hogy tudatlanul mentem föl Pestre, és a Dohány utcába kellett jelentkezni, a Franciszi mondta, oda menjünk, de lényegében nagy sorbálás volt, de mindenki egy felnőtte volt. Én meg erről nem tudtam, és adtak egy számot, és mikor bekerültem, kérdezték, hát sponsor mi magyarul? Sponsor. Hogy melléküzenti vagyok, hát én erre mondtam, hát nekem nincsen. Ekkor mondta a Szabó bácsi, aki ott volt a Csonka János gépgyárban, hogy jó, hát ha levizsgázik, és megfelel, akkor elviszem hozzám. És úgy kerültem a Csonka János gépgyárba. Ahogy én olvastam, a Csonka János gépgyár a háború előtt és a háború után is a magyar ipari termelésnek az egyik legjobb műhelye volt. Ön is így emlékszik rá vissza? Hát, nagyon sikeres üzem volt. Nagyon jó mérnökök és szakemberek voltak, és jó volt a tanulás, ott nagyon. Otthonban laktunk, persze, úgyhogy 24 órát töltöttünk ott, és jó volt, nekem nagyon tetszett. Ez úgy nézett, hogy 3 nap volt az iskolában, ugye? Tehát milyen iskolában járt, technikumban? No, a technikum az később jött. No, úgy volt akkor, hogy szakember, vagyis inos iskola, első évben 4 nap iskola, 2 nap dolgoztunk, második évben pedig 3 nap és 3 nap. És reggel 6-kor kezdődött, délután 2-ig. De nem sikerült ugye megszerezni a végül a technikumi képesítést? Nem. Utolsó évben 56-ban, utána mentem esti technikumba, de 56-ban forradalom után elmentünk. Igen, de már 55-ben kizárták önt az oktatásból. Mi volt ennek az oka? Bevittek katonaságba. Valami olyasmit olvastam, hogy át akart menni egy másik munkahelyre dolgozni, de abban az időszakban nem lehetett. Ja, ez egy probléma volt. Fiatalok ezt nem tudják. Eveztem a Vasasnak, és több barátom evezett, és áthívtak oda, ez a fiatalember még emlékszik rá, Bakos meg a Flakner, és lemondtam a Csonka János gépgyárba, és sajnos Szabó bácsi mondta, hogy ne menjen, mert visszahoznak. Elvittek bíróságra. Említek bíróságra, és akkor eltiltottak az iskolából, tovább nem mehetem iskolába, később katonaságba megint kiküldtek, és úgy mentem. És mi volt az indok, a bíróság mit mondott, hogy miért ilyen szigorúak? Hát, hogy 5 éves tervük volt, 3000 ember volt, de hogy én elmentem, ők nem bírják befejezni az 5 éves tervet. Hát veszélyeztet az ilyen marhasság. De már korábban is megült a baja hatóságokkal, ha jól emlékszem, konkrétan az AVH-val. Egy hónapot töltött az AVH fogságában, vagy kihallgatás? Hát ez egy... kommunisták nem értették a viccet. Rákosinak a képe majdnem minden nap az újságban volt.
akkor hogy mondják, nurse, kedves. Ápolónő osztotta ki az újságokat mindig a főnököknek, és adott nekem 20 újságot, és kivágtam a képét szépen, és mivel nem volt WC-papír, betettem a WC-be. Hát letartoztam. Politikai büntény. De sosem vallotta be, hogy soha, de nem is tudta meg. Nem is tudta senki, csak az ápolónő, meg még egy fiú, de nem vallottuk be. Egy hónap után vissza. Július volt, nagyon meleg volt. 15 kerületbe tartott. Borzasztó volt. De, egy hónapig bent volt, ugye, az AVH-s. Egész júliusban. És nem is fizettek, kértek. Szóval így jött el 1955. Ja. Kik vannak a képen? Hát ezekkel voltam katona. Én vagyok fölül a kutya mellett. Ez volt az én kutyám. Ja. Sorosára voltam katona. Hol készült? Ez Sorosáron készült ez a kép? Igen, igen. És ez 56 van már? 55 meg 56. 55-56-ban. Hol volt pontosan katona? Köszönöm. Pontosan Soroksáron hol volt katona? Hát a Soroksáron a légvédelmeseknél. Egész Budapest körülbelül véve légvédelmesekkel, és Soroksáron a vasgyár háta mögött ott voltunk. Ez volt az egyik olyan egység, amelyik 56. októberében átállt a forradalmárok oldalára. Átállt, és a Jutadom együtt elég sok lövöldözés volt. Engem nem nagyon érintett, mert én felderítő voltam, hogy elküldtek, hogy nézzük meg, hogy merre jönnek az oroszok. Nem volt olyan rossz. Ön tulajdonképpen akkor, mert a napokban jelenik meg egy könyv, Soroksár 1956, részletesen leírja ezeket a... Jutadombi dolgokat részletesen leírja. Ön akkor közvetlenül mennyire volt benne ezekben a harcokban? Teljesen, hát a mi hadosztályunk benne volt. De hogy én mennyire, nekem könnyű volt. Úgy tudom, hogy beválasztották önt a forradalmi tanácsba. Én forradalmi tanácstag lettem. Úgy volt, hogy én kim voltam az iskolába, a technikumban, és a Filomos a 49-es, a főszálltam, és ott tüntettek, és hát meghallgattam, hogy mi történik, és visszamentem Soroksára, és megmondtam, hogy mi történik. És úgyhogy mindjárt forradalmi tanácsot választottak. A legtöbb, hogy mondják, tisztek, nem a legtöbb, a fele eltűnt. A román főhadnagy Tatai, ő szervezett mindent, ő kikérdezett, hogy mit láttam és hol láttam. És... úgyhogy ez is szerencsénk volt, hogy ez eltörtént, különben nem lennék Kanadában. De vissza is akart talán menni, amikor levelték már a szabadságharcot, akkor mintha vissza akart volna menni a laktanyába. Igen. És hogy? Hát az utolsó percben, mivel hallottuk az összes forradalmi tanácst letartóztatták, akkor úgy döntött, döntöttem, hogy elmentem haza a Vértes Kozmára még, és onnan elmentem. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogy ezen képen Huszár László rajta van-e. Nem emlékszem a nevekre. 2011-ben találkozott vele, és ezzel zárul a könyv egyébként, ezzel a találkozóval, az egykori bajtársal, akivel Jutadomnál együtt harcoltak. Ja, tényleg, te beszéltél vele. Igen. A Huszárra, ja. Igen. Ja, hova Huszé? Csak mert úgy emlékezett,
úgy emlékezett könyvben vissza, mint egy vízipólós, energikus igen, ember. Igen. És milyen volt ez a találkozó így 2011-ben? Hát nagyon megdöbbentő volt. Nekem különösen, aki rengeteg 56-ossal találkoztam már Kanadában, és interjúoltam őket, stb. Stb. Látni egy ilyen széltört embert, mert őt zaklatták majdnem 10 évig utána, börtönbe is volt, és hogy együtt voltak, mikor Frank elmondta, Mr. Hallenfratz elmondta, hogy nézett ki 56-ban, és mindig a harc ilyen elején, széles vállal volt, csodálatos, kis ember, jóképű ember, és hogy mi történt vele, az alig tudott egy pár mondatot mondani, és akkor már a zsebkendőjével fújta az orrát, és jöttek a könnyek, és ahogy elmesélte, hogy szóval semmi olyan, itt van ez az optimista ember, és csak azt annyit szerettem volna még visszamenni esetleg a minden egyes megpróbáltatást ő optimistán fogad, és vesz föl, és a társírómmal együtt, Barbara Queen-nal együtt állandóan kérdeztük, hogy hát milyen lelki csapások értek, és stb. És tudjuk, hogy volt, de tudjuk, hogy így átvészelte őket, illetve mindig visszafelé nézve azt nézte, hogy tudok ebből tanulni, hogy tudok ebből okulni, és mit tudok ebből meríteni. És az a megaláztatás, amit úgy simán átmentünk ezen a vértes kozmai kitelepítésén, de azért azt, hogy egy gyönyörű házba, otthonba éltek, nem gyönyörű, úgy a faluban egyik legtisztább, legrendezettebb otthon, a kertje, stb. És tiszta, csodálatosan megszervezett, egy olyan Bakony hegységben levő kis faluba, ahol minden ház le volt törve teljesen, tönkre volt bombázva, a lakosság elment, és oda betelepítették ezeket, szóval internal exile, ahogy hívják ezt angolul, ezeket a német magyarokat, akik magyarországi állampolgárokat, akik tiszta tetűvel volt tele, ahogy elmondja Frank, és testvéreit is interjúoltam ebből kapcsolatosan. Az ágy, egy ágy nem volt az apának, ki kellett menni és építeni egy ágyat az egész családnak, mert nem volt hol lefeküdni, nem volt egy szék. Agyagos volt a padló, egy abszolút olyan primitív, mint egy istállóba költöztek volna be, és Frank nevetve mondja el, hogy azért ezt is átélte, de nem tudom, még az édesanyját nem tudtam meginterjúolni, milyen érzés volt megvolni mindent, minden szerszámból, minden volt egy-két, gondolom egy-két olyan főző edénye, amit vittek magukkal, egy pár abrosz, de nem volt hova tenni. Tiszta kosz, és piszokba áttelepítették ezt a sváb családot, ezt a sváb magyar családot, és az ember elgondolkoztat, hogy hány embert és hány családot tette az ilyesmi tönkre, és őket nem. És Frank rögtön, hát hála Istennek, hogy volt ez a professzor, aki megsajnálta ezt a családot és ezeket az ügyes kisfiúkat, és azt mondta, hogy hát ezt okvetlenül el kell vinni őket Budapestre, és ha tényleg nincs ez a megaláztatása ennek a családnak, akkor talán sose jutnak el egy ilyen képzőiskolába, ami a Csonka János iskola, ami Csonka János iskola, aminek olyan hírneve volt Magyarországon, és annak alapján, hát az első 20 év alatt megszerezte mindazt, amivel Kanadában új életet tudott építeni Frank Hallenfratz. Szóval nem úgy ment ki, hogy hát azért nem tudom pontosan, tudta pontosan, hogy ő van egy komoly kiképzést kapott, komoly iskolázottságot, egy komoly képzettséget kapott, már mint fiatal srác. És ez az 56-os dolog is, ahogy elmondta, mi csak ültünk a társírommal, és ráztuk a fejünket, hogy micsoda trauma egyik napról a másikra oda menni a szüleidhez, és elköszönni tőlük, és azt mondani, hogy... És akkor az édesapád avval dicsekszik, hogy hát egyik gyerekem se hagyta el Magyarországot, és ő tudta, hogy ő azon van, nem tudott elbúcsúzni szüleitől, csak azért jött haza, hogy azért még egyszer utoljára megölelje őket,
de ők nem érezték át. Lehet, hogy az édesanyja érezte. Lehet, hogy nem az hiszem, édesanyjád érezte. Nem hiszem, mert apa úgy dicsekedett, hogy na, hát mi meglesszük. Jó, hogy mindannyian itt maradtatok, amikor már útba voltam. Az egész családból ön vett egyedül aktívan részt, ugye? Az 56-os. Tessék? Az egész családból ön vett egyedül aktívan igen, részt az igen. 56-os eseményekben. A többi itt van, egy-kettő. Féltek. Nem, csak viccesek, kisgyerekek voltak. Az érdekes, hogy mind gyerek, ez nem volt rossz. Mi, az öcsém is itt van, nekünk az emlékező tehetségünk jó, hogy, hogy ott mi történt. Előre kellett kezdeni mindenne, a tető, meg a poloskátó, meg hát mondjuk az a poloska az olyan borzasztó volt, de engem nem szeretett a poloska. A bátyámat, meg a húgomat, meg édesanyánkat szereti, úgyhogy mindig ő mellettük aludtam. Megcsináltuk azt, hogy az ágyat vizes edénybe a lábakat betettük, mert ahogy elojtott az ember a lámpát, jöttek milliók. És akkor azt vízbe tettük. Ja, de elhagyottak a villany, a fölülről lepotyogtak. De az is egy élmény volt. Jut a dombi harcokhoz még annyi emlék hozzá, hogy ha jól tudom, akkor utána 1958-ban a Mecséri perben azok, akik részletek a jut a dombi harcokban, több mint 50 embert életfogytiglani szabadságvesztését éltek, 11 embert közöttük Mecséri tábornokat pedig kivégezték. Igen, mert Huszár meg Csánki volt velem egy forradalmi tanácsban voltam. Csánki teljesen eltűnt. Nem tudja senki, hogy hova tűnt. Sem nyugatra, biztos elvitték, de nem tudjuk kell. Elég későn ment ki utána, vagy lépte utána által, tehát november 22-én. Igen. Akkor azért már úgy kezdett helyreállni a határőrizet, ugye? Tehát nem volt olyan egyszerű átmenni. Hát, egyszer körülbetek oroszok, nem magyarok, de egy erdőbe volt, kőszeg fölött, és mi mind fa háta mögött, fák háta mögé álltunk, mindegyiknek volt pisztolya, az oroszok körülvették, a végén csaszit kértek. Csaszit. Davaj csaszia. Adjuk az órát, hát akinek volt, nekem nem volt. És utána mondták, hogy egy óra alatt tűnjünk el, és akkor bementünk egy parasztházba, és ő adott egy helyet nekünk az istállóba, de csak úgy, hogy egy családot mi magunkra visszük. Hát mi heten voltunk katonák, nem akartuk, de hát meg kellett, hogy szálljunk valahol. És utána elvittük. És nagyon érdekes, egy 22 éves egyetemista volt, és az anyja. És én értem ennek az embernek, ez egy nagyon-nagyon híres ember Amerikában. Billiomos. Írtam neki, hát, hogy mondjam, válaszolt, hogy megköszönő, hogy mit csináltunk, de nem kérte, hogy találkozunk. Ő még él ma, de hát... Igen, hát a könyvből kiderül, hogy mondjam, nem igazán férfiasan viselkedett a határátlépésre. Az anyját vittük át a rápcán. A rápcán körülbelül ilyen, egy méter víz volt benne, mi katona csizmába, teli vízre, ő meg sírt végig. Van nagyon híres ember. Jó, akkor lépjünk tovább. Ausztriában viszonylag hamar beilleszkedett, ugye, mert tolmács lett a... Hát tolmács lett, de... Gyűjtőtáborban. Hát az első dolog volt, hogy bekopogtam egy
egy egyedülálló házba. Benéztünk az ablakon, és láttuk ott ül egy ember, na, bekopogom, mert nem tudtuk, hogy Magyarországon vagyunk, vagy sem, mert mi olyan okos katonák voltunk, hogy mi mindent tudunk, de nem tudtuk, hogy most, mert előző este mi átmentünk a határon, és tovább mentünk megint vissza Magyarországra. Úgyhogy milyen okosak voltunk mi. Úgyhogy megérkeztünk, ő elküldött egy iskolába, de az érdekes, ez az ember is írt egy könyvet, és ugyanazokat a szavakat használta, amit én, hogy az ember kijött, és azt mondja, hogy magyarul mondta, hogy Ausztriában vagyunk, vagy welcome to Austria. És érdekes, ő is írt egy könyvet, és ugyanaz beleírta, de hát ebben nem foglalkozunk. És elmentek az iskolába, ott új ruhát adtak, nem új ruhát, csak alsó ruhát, mert tiszta vizesek voltunk. És ez a család, az anyjával, ők eltűntek rögtön taxival. Minket ott hagyott. Szóval Ausztriában eltöltött pár hetet, és utána Olaszországba került, az olaszországi, már tolmácsként. Olaszországban, ahogy olvastam, már viszonylag jó élete volt, tehát barátokat szerzett. Ja, barátokat szereztem elég gyorsan, de Ausztriában is. Az élet mindig olyan, ezt korán megtanultam, ha barátot akarsz, akkor legyél barát először. Ez fontos, hogy barátkozz először. És ez sikerült nekem. Ott is Olaszországban a láger németek, vagyis osztrákok volt, ott is mint tolmács voltam egy darabig, de utána az olaszokkal jöttem. És nem gondolt arra, hogy Olaszországba kellene maradni? Miért akart tovább állni? Gondoltam már, de nem sokáig. Pár másodpercet. Olaszország abban az időben nehéz volt alulról fölkerülni. Ha abban a családban tartoztál, akkor igen. De hogy valaki, na azt én gyorsan rájöttem erre. De ott voltam 6 hónapig. És miért tűnt nagyobb perspektívának belépni a francia idegenlégióba? Hát el akartam menni Európába mindenféleképpen, hogy Európából ki, mert én katona szökevény, akkor még többet is vissza is adtam. Úgyhogy Magyarországnak. Ja, úgyhogy ki akartam menni, és ez volt a legjobb, mint tolmács, az idegen légió, az amerikai katonaság, meg a dél-afrikai vasút, azok toboroztak embereket. Úgyhogy én minden nap beszéltem velük. Úgyhogy a végén aláírtam, és elvittek Le Havre. Le Havre egy francia kikötőváros, és onnan vittek onna Algériába, de meggondoltam. Hogy sikerült megszökni az idegen légióból? Nem volt ez se nehéz, elég könnyű volt, mert egy pár nappal előbb elvittek a szakaszvezető egy párunkat elvitt egy sörre. És ott volt egy pár olasz, és hát én beszélek kicsit olaszul, hát mondom, ti hova mentek? Hát azt mondjuk, mennek Kanadába. Kanadába az a jeges ország. Na, de Amerika nincs messze. Na jó, elvisztek. Aztán hát, ha dolgozok, elvisztek. Úgy kerültem a hajóra, és nem tudom hány nap. Én úgy gondoltam, hogy 12 nap, de állítólag csak 8 napig tartott. Ez nem tartott. Igaz, hogy hegynek lefelé. Csak egy pár adatot hadd adjak közben, mert ez a 37.565 magyar, akit befogadott Kanada,
ezt már 56. novemberben eldöntötték, hogy ezek érdemes bevándorlók lesznek, refugeek lesznek, és november végén eldöntöttek arra, hogy fizeti az úti költségüket. És majdnem 18 millióba került. 1950-es végén ez egy óriási befektetés volt. Első olyan emigrációs hullám, akik nem beszéltek se angolul, se franciául. Szóval ez tényleg Kanadában egy nagy rizikó volt. És ebből 500 kérte, hogy visszamenjen, és ezek mind írók, olyanok, akik nyelvvel foglalkoztak, színészek, stb., akik költők, akik egyszerűen nem találták meg a helyüket. De különben ez a 37 ezer mind megtalálta a helyét, és a Louis Saint Laurent, egy liberális kormány adta meg az engedélyt, és utána jött egy konzervatív kormány. És a konzervatív kormány az azt mondta, hogy nézzük meg, hol vannak ezek a magyarok, nézzük meg, hogy mi történt velük. És csináltak egy közvéleménykutatást, és arra jöttek rá, hogy 6 család van állami segélyen. 1960-ban, 3 évre rá. Csodálatos ez a statisztika, ezt mindig el szoktam mondani. Frank májusban érkezett, amikor márciusban lement az összes állami program. Nem volt egy dollár, illetve 5 dollárt adtak a kezébe, pont ahogy leszállt a hajóról, kérdezték, hogy kicsoda maga, magyar szabadságharcos vagyok, magyar vagyok, és adtak 5 dollárt, kitöltöttek egy kis formát, és ennyi. Nem volt se egy jegy, se egy, voltak rokonai Guelphen, Torontótól még nyugatabbra, de nem volt úti költsége, nem volt semmije, tényleg. És akkor, ahogy elmondjuk a könyvben, majdnem két hétig, hova ment, azt elgondolkoztott, hogy hova tudjak menni, ahol megtudom, hogy hol vannak állások, vagy hol vannak lehetőségek. Hát a buszállomás és a vasútállomás. És ott aludt a padokon majdnem két hétig, míg meg nem tudta, hogy valaki megsukta neki, hogy menjél és mossál autókat, mert ez egy 25 centért, egy autóért, lehet ilyen pénzszerzést csinálni, és akkor jött rá, hogy hát 18 cent egy a loaf of bread, egy kenyér, és tejen meg tudok élni, és így dolgozta föl magát, de az egyik legérdekesebb mondása volt, hogy akárhányszor lát valakit, egy hontalan szemét, aki alszik valahol az utcán, sose ítélkezik. Sose mondja azt, hogy... Ne ítéljük el! Ja, pontosan. Mert ő is ott volt, ő már járt ebbe a cipőbe. Nekem itt lenne egy kérdés, amit a könyvben úgy nem egészen értettem. Nem, pénzről van szó. De valahol. Ott volt az 5 dollár, és ott volt a telefonszám, meg volt a cím. Igen. A Jack nagybácsi. Igen. Édesanyja, a testvére, aki a 30-as években ment ki Kanadába. Abban az 5 dollárban miért nem hívta már fel Quebec City-ből? Miért kellett 6 hétnek eltelnie, amíg Quebec City-ből elért Torontóba, és onnan jelent csak a nagybácsi? Én saját lábamon akartam fölépíteni magamnak, és nem volt ez olyan rossz, kivéve a pad a vasúti állomáson, nagyon kemény, de egy kis zacskom volt, mert nekem nem volt, de minden nap megborotválkoztam, de a legyek nem szálltak rá, mert olyan büdös volt a testem, meg a ruhám. Hát borzasztó, el tudom képzelni, de én nem tudom. És az automosásból megmondom, én még tudtam pénzt sparulni. És utána elmentem Torontóba, Montrealba, Torontóba, és akkor végre főhívtam a nagybátyámat. És akkor már egy teljesen új világ kezdődött, egy kicsit ugrunk a történetben, ez a kanadai belépő. De, ilyen papírt kaptam. This is a piece of paper Canada gave me to be accepted in the country. Landed immigrant status. And it was maybe a 5 minutes interview. Good, that's it. We know quality when we see it. Vissza.
Hát ez nem tudom, mikor volt ez a feleségem, meg én a norvég király volt ott, ünnepi vacsorára, és feleségem meg engem megkértem, de akkor már üzletünk volt. Igen, ez már egy későbbi kép, más képet nem találtam a könyvből a korábbi évekből, de ugye 57 májusában azzal érkezett meg Kanadába, hogy amint tud tovább áll Amerikában, ebből a fagyos országból. Mikor döntött el, hogy mégis Kanadában? Még nem döntöttem, ha? Még nem. Ki tudja, lényegében véve a feleségem. Azért hoztam ezt a kérdést. 60-ban esküdtünk meg, vagyis 58-ban elején, amikor találkoztunk, úgyhogy... 57. októberében hallott először. Ez a női erő. Erre az ember nem számít, és hát úgy maradtam Kanadában. Tehát a könyv szerint 57. októberében a forradalom első évfordulóján hallott a felségét. Helyes! Hát ezt jobban tudja, mint én. Jobb, ha én kérdezem a kérdéseket. Ja, az első volt. Ja. 57. októberében a forradalom első évfordulóján a feleségem, vagyis jövő feleségem, tehát ő énekelt ott magyarul, meg angolul. Megláttam. És Kanadában maradt. Ja. 60-ban volt az esküvő, és ez volt ugye az első? Ez volt az első házam, és az első gépműhely. A garázsban, meg a pincében. És hogyan tudták ezt megvenni, vagy hogyan vették meg ezt az egész? Ezt a házat? Hát lényegében véve a feleségem iskola szünődőben, a dohányban dolgozott, és 12 000 dollárt spórolt. És abból vettük meg. 12 000 dollár az mai pénzben mennyi lehet? Hát, kérdés. Úgy kell nézni, hogy minden 7-8 évben megtuplázza magát. Uh-huh. Annyit ért egy ház Torontóban, 12 000 dollár, annak idején, 50-es évek végén. Az esküvő idején 1960-ban 25 éves volt, a felesége pedig 19. Az esküvő idején, 1960-ban, ön 25 éves volt, felesége pedig 19 éves volt. És itt indították el a közös életiket. Hány évig laktak ebben a házban? Hát 64-ben kezdtem az üzemet, körülbelül két-három évre ráépítettünk egy új házat, de ugyanazon a farmon, ez farmon laktunk. Uh-huh. Tehát itt indult el a Linamar sztori ebben a házban. 1964-ben tehát annak is 50 éve van, hogy létrehozta a Linamart. Igen. De akkor nem ez volt a nevem. Igen, Asian Dam. Mert az egyik lányom még nem született meg, és incorporation, nem tudom magyarul micsoda. Kooperáció. Tehát 66-ban a kooperációt csináltam. Előtte csak egy magánvállalat volt. De menjünk vissza 1964-ben, amikor ugye az H&M volt a vállalatnak akkor a neve, amit létrehoztak. H&M, igen. Ön sokáig egy Guelfi gyárban dolgozott. Igen. Miért váltott? Miért kezdett el vállalkozni 64-ben? Hát, ahol dolgoztam, Shipbridge Engineering, a főnök, nem csak hogy a főnöke volt problémám, az én közvetlen főnökömmel, és a szakszervezete. Olyan erős volt a szakszervezet, hogy mi soha nem dolgoztunk. És engem kineveztek művezetőnek, de hiába mondtam az embernek, vagyis az ellenmunkásnak, na hát ezt meg kell fejezni még ma. Hát,
ha akarták, csinálták, hanem úgy, hogy a végén mondtam a nagyfőnöknek, hogy adja le a főnökömet, mert ha nem küldi el, akkor én elmegyek. Hát ez az ember meg mit mondott? Hát akkor te elmész. Milyen szerencsétlenség, mi? Ez is már a szerencsém volt. Azon gondolok rá, mi lett volna, ha azt mondtam, hogy ne, úgysem maradtam volna. Később megvettem a gyárat, és én küldtem el az embert. Ellenben hozzá kell tenni, hogy nagy rizikó is volt, a feleséged azt hiszem várta az első gyereket, hazamész és azt egy mondod, gyerek nincs volt, állásunk. A feleségem meg ő lemondott az állásáról, mert elég jól ment első naptól kezdve az üzlet. De mondtam, hogy ne féljél, minden rendben van. Hát dolgozni kell. Jó, hát annyi volt ugye, hogy azért a Sibistől kapott egy ilyen alvállalkozói lehetőséget. Igen. Tehát egy olajpumpát szállította. Zonapumpa gyártását. Az volt a probléma, aki szakember, mint az Imre, hogy az olajpumpán, technikailag nem akarok nagyon belemenni, a derékszöge nem volt jó, belenyomtak a tengelyt, mondtam, hogy hogy kell csinálni, de az én főnököm nem engedte meg. Akkor, mikor mondta, hogy a nagyfőnök, hogy hát akkor te lemondasz, de mondom, add ki bérbe nekem a munkát, és a sellejtnek az árából azt fizess nekem. Nekem ne fizess egy darabba se több. 18% volt a sellejt, abból én nagy profitot csináltam. Úgyhogy vette egy esztergogépet, ugye? Felállította itt a garázsban. Igen. És mi volt azon, úgy tudom, volt ezen valamilyen technikai innováció. Egy mosógéppel összekombinálta, és automata lett az esztergal. Hát az esztergal, elsőben $1000 volt a gép, amit vettem. Egy partnerrel. De a partnerom... Ez volt az M, ugye? Tessék? Ez volt az M, az igen. M. Igen. És hogy mi volt a probléma? Elmentünk a jogászhoz, letettük $500-500, ennyi kellett lefizetni a gépért, de nem volt egy modern gép, de én tudtam, hogy hogyan fogjuk megcsinálni. És két napra rá fölhív a jogász, hogy nincs partnerom. Mert aki a partnerom volt, az sajnos volt egy girlfriend, vagy sem? Igen, barátnője. Volt egy barátnő, és a felesége rájött. És megállította a bankkönyvet. Na jó, na most nincsen barátom. Évekig mondta nekem a találkozók vele, az én részem hogy megy? Tehát majd $1 billió került. Tehát nem akarom mondani magyarul, hogy ő ráfizetett. De ez is lényege véve, ha azt nézem, hogy hát most minden el volt intézve, és most megint túlesett, de milyen szerencsé, hogy ez így történt. Mert lényege véve partner, én inkább egyedül dolgozom. Utána még egy partnerrel megpróbálkozott, az se jött be, és akkor elhatározta, hogy akkor inkább egyedül. Igen, még egyedül, az sem ment. Utána a gépet megvettem, és hát átalakítottam, nem volt... tehát kézzel kellett esztergálni, de csináltam a mosógépnek a motorját, meg a transzmisszióját, kivettem a feleségemtől, elvettem, és azt beszereltem, hogy még megvan a gép. De utána lekerült a konyhai tűzhely is a garázsba. Hát csak technika ember érti ezt. Brilliant copper. Nem tudom, mi az magyarul, az anyag.
ezt hőkezelni kell 550 hőfokon. És nagyon nagy pénzt fizettem érte egy kinti vállalatnak. De nem kell, hát ez a magyar. Hőkezelni? Nem. 550 fokon kell hőkezelni, de nem atmoszféra alatt. Hát mondom az egyik barátomnak, te, ez a konyha kályha hány fokra megy föl? Hát azt mondja 510 vagy valamennyi. Jó, hát akkor megváltoztatott, 20 dollárra megváltoztatta, és megcsináltam az első szériát. Jön haza a feleségem, az egész ház teli füsttel. De mondom, sikerült, vehetsz újat, viszik ki a garázsba. És úgy csináltak meg a hőkezelést. Ja. És ezen spóroltunk több mint 20 ezer dollárt. Évente. Ja. Utána megvette a második esztergógépet is, felvett már 4 ember, tehát olyan jól ment az üzlet, hogy már az első évben, ha jól emlékszem, volt olyan 20 ezer dollár profit. 20 ezer dollár profit volt, és utána építettünk egy kis műhelyt. És hogy lett az Agent-ből Linamar? Tessék? Hogy lett az Agent-ből Linamar? Hát akkor megszületett a második lányom, a Linda, és akkor Nancy az első lányom, Linda és Margaret. Linamar. És a Limited. És a Limited, ez magyarul mit jelent? Korlátolt. És Limited, tehát a neve úgy volt, hogy Linamar Machine Limited. Én voltam a Limited. Ez a kép, ez az Arizban készült, ugye? Ez volt az első gyár. Igen, ez az irodámban volt. Ja. Mekkora volt ez a gyár? 2000 négyzet fusz, az 200 négyzetméter kb. És hogyan, tehát milyen elvek szerint építette, vagy milyen elvek szerint kezdte el felépíteni magát ezt a gyárat? Hogy válogatott embereket? Milyen a munkával? Igen. Először elég sok volt egy dohánygyárat, és elég sok karbantartó ember, meg szakember volt, de azok csak 35 órát dolgoztak, és azok besekítettek a második műszakba, és az első műszakba pedig fölvettem embereket. Mekkora volt az adminisztráció, a bürokrácia? Hát nem volt nagy, a feleségem csinálta, utána persze állapotos lett, és egy gyerek lett. Utána egy másik hölgy, egy hölgy csinálta az egészet. Utána az is állapotos lett. Mondom a feleségem nekem, olyan nőt vegye föl, aki már nem lesz állapotos. Hát azt, hogy ezt nem szabad megkérdezni, de elmond, kérdezz meg. Úgyhogy fölvettünk egy nagymamát. De azt hiszem, hogy mindig is nagyon vigyázott arra, hogy a bürokrácia, illetve az adminisztrációt azt nagyon alacsony szinten tartsa a vállalatnál. Még ma is. Ezt figyelni kell állandóan, mert minél jobban nő az ember, erre mindenki egy helyettest akar. De most már helyettes és helyettest akar. A másik... arra híres, csak közben akartam szólni, arra híres Frank. És mikor mi úgy találkoztunk elsősorban, hogy egy dokumentációs filmet készítettem a 56-osokról, és ő volt az egyik interjú alany. De olyan érdekes látni, ahogy ő végigmegy azon abba a gyárba, az egyik a sok közül, és akkor mindenkit majdnem néven szólít, vagy ha nem szólít néven, ha van egy új személy, akkor oda megy és megkérdezi, te most mit csinálsz? És mi a te fontos feladatod? És akkor persze viccként elkezdi mondani, nem vagy elég elfoglalva, nincs elég munkád, majd teszünk rajta. Szóval végig vicceli az egész látogatást, de mindenki nagyon
izgul és fél, mikor jön, mert nagy becsülete van, és nem csak az, hanem ismert arra, hogy például talált három férfit, ezt leharagudj, ha elmondom, talált három férfit, akik kártyáztak. Hát valahol leültek, ebéd után volt, és ők kártyáztak. Oda ment, és azonnal lefájrolta mind a három. Munka nélküliek lettek azonnal. És persze mindenki, a szakszervezet fel volt háborodva, mindenki fel volt háborodva. Frank nem lépett vissza, abszolút ilyen gondolkozás, hogy csak azok léphetnek be, akik ismerik a munka elvemet. Itt dolgozunk, és nem pedig kártyázunk, nem lazsukálunk, hanem dolgozunk. És érdekes az, hogy nálunk minden iskolás gyerek 16 éven fölüli a munkásoknak nyári munkát kapnak. De dolgozni kell nekik. De nem dolgozhat az apjába vagy az anyjába. Tehát, és mind a műhelyben, nem az irodában. Az én gyerekeim is. És néha kimegyek, és oda megyek egyik kisfiúhoz, hát mondom, te elég kicsi vagy. Te nem fáradsz el nagyon egész nap, ha így dolgozol? Azt mondja, én nem. Akkor nem dolgozó eleget. És child labor laws. Szegény gyerek az. Hát ez igazán. Ugyanakkor ön azt szoktam mondani magáról, hogy csak fél napot szokott dolgozni. Igen. Reggel 7-től este 7-ig. Ez egy fél nap. De a korai években, meg különösen az első években 16 órák azok olyan rendszeresek voltak. De ahogy olvastam, arra nagyon vigyázott, hogy este a vacsoránál mindig otthon legyen. Hogy? Este a vacsorára mindig otthon legyen. A vacsorára mindig hazamentem. Ritkosság, hogy nem. Mert a gyerekek, kisgyerekek voltak. Mindig hát ott volt a ház a műhely mellett. Úgyhogy beugoltam. Visszamentél. Eljátszottam a gyerekekkel, majd később a feleségemmel. A másik, hogy nagyon vigyázott mindig a költségekre. Azt hiszem, hogy azt szoktam mondogatni, hogy bármilyen jól vezetett gyárba ellátogat, néhány óra múlva már meg tudja mondani, hogy hol lehet még spórolni. És mindig lehet. Mindig. Itt vannak az orosz háziak. Hát ezen a héten egyik közemben 84 ezer dollárt találtunk, a másikban majdnem 300 ezer. Mindig, ami ma jó, az hónap biztos, hogy nem jó. És ez volt az egyik alapelv, amit mindig szem előtt követett, hogy megnézni, hogy hol lehet spórolni. És a munkaerőn lehetett spórolni, vagy a munkaerőn akart egyáltalán spórolni? Hát a munkaerő a fő az, hogy meg legyenek fizetve. A helyzet nem az, hogy a munkás nehezebben dolgozzon, csak dolgozzon okosabban. Úgyhogy, és azt véletlenül se képzeljék el, vagy engedjék meg maguknak, hogy na, mi már a hegytetején vagyunk, nekünk már minden rendben megy. A helyzet az, hogy az ember a hegytetején van, gyorsan keresen egy magasabb hegyet, mert különben lefelé megy, és lefelé nagyon gyorsan megy. Úgyhogy mindig kell egy újabb cél legyen. Mi az ön viszonya a pénzhez? Hogy érzem? Hát, hogy szeret pénzt keresni, szeret pénzt költeni, hogyan viszonyul a pénzhez? Költeni, az nem nagyon érdekel. Keresni, hát persze, sokféleképpen lehet mérni a sikert. De a legjobb, ha dollárban mérem. Mert veszteséggel sokan tudnak dolgozni. Úgyhogy nekünk fontos, hogy mindegyik profitot hozzon. És ha hoz profitot, akkor lesz, megmarad a munkájuk. De hogy az ipar nagyon változik.
amit mi, ahogy mi csináltunk dolgokat 10 évvel ezelőtt, ma teljesen másképpen megy. És 10 év múlva megint más lesz. Tehát nem lehet megelégedve lenni, hogy na hát, nekem már meg mindenem. Elbizakodni. Nem szabad elbizakodni. Ja. Úgy tudom, hogy én az elsők között vásárolt számításvezérelt gépeket, esztergákat, ENSI gépeket. Találkozott egyszer egy chicagói vásáron valamikor még a 64-68 körül. 66-68, ja. Mi vettük az ország első gépét, és volt olyan, hogy csak 38 gép vagy 40 volt az országban, több mint a fele nálunk volt. Nem is tudom, hogy ezeket hogy fordítják magyarul, ezeket a lyukkártyával, lyukszalaggal vezérelt gépek a 60-as évekből, nem is... Computer vezérlési gép, gondolom úgy mondják. Hát a 60-as számítógép vezérelt gépek, igen. Azt olvastam, hogy ezek a gépek akkor olyan 300 000 dollárba is kerültek, az ön cégének meg az éves forgalma olyan 200 000 dollár volt. Hogyan ugrott, vagy hogyan merte ezekbe a gépek vásárlásába beleugrani, és hogy tudta egyáltalán megvenni őket, amikor köztudomásul nem szereti a hitelt, a banki hitelt? Dehogyis nem. Az amortizáció 20%. De hát ha mi befektett pénzük után csinálunk, hát a cél, ami az 20% a pénz után, hogy csinál, a kamat abban az időben elég magas volt, de nekünk nem volt adósságom. Úgyhogy mi 30%-ot a befektetés után meg visszakaptuk. Még ma is. Amortizációval együtt 30-35%-ot visszakapjuk. És a gép kb. 10 évig eltart. Ja, ezt nem szabad mondani, hogy magyaroktól többet kérünk, és ezek itt vannak. Jó? Ezt felejtsétek el. Milyen előnyt jelentett önnek, hogy korán kezdte el az automatizálást? Tehát, hogy a 60-es évek második éve már... A nagy előny az volt, hogy a munkadarabok jobbak voltak. Tehát kevesebb volt a selej, és biztosabb volt, hogy a munka jó. Úgyhogy nagyobb árakat tudtunk kapni a munkánkért. Miért orientálódott kezdetben az amerikai hadipar felé? Hát, márnak, hogy azt hiszem még a 80-as évek elejéig is olyan 50% a termékeny, 50% volt a hadipari. 86-ban mentünk a tőzsdére, akkor nekünk még 50% hadi anyagot gyártottunk. Előtte pedig a 70-80%-os hadipar volt, de bejött a free trade, az még szabadkereskedelem. Attól kezdve az autóiparra szálltunk rá, mert olyan nagy a darabszám. Amerika gyártott akkor a 12-13 millió autót egy évben. Csak egy alkatrészt kaptunk mindenre, úgyhogy az sokat segített. Mennyire próbálta ön diversifikálni az üzleti termelését? Mennyire próbált egy különböző ágazatokba betörni? Hát próbáltuk, de entrepreneur ez micsoda? Vállalkozó. A legnagyobb probléma, én is belestem ebbe, hogy egy vállalkozó jót csinál valamit, mert már az eszébe van, hogy ő most biztos mindent jót tud csinálni. Tehát mi pumpákat gyártottunk, szivattyúkat gyártottunk, tengelyeket, hát akkor biztos mi a plastikbe is jók leszünk. Hát belevágtunk a plastikbe, én elhittem, hogy rájöttem, hogy nem egészen úgy van. Ez a műanyag. Műanyag, nem értettünk hozzá, úgyhogy 2 év alatt be is zártuk. Itt éppen azt hiszem egy akvizíció. Na, itt megvettük a Kanadának a legnagyobb kombánygyárát.
Hát ez itt megint egy szeretlétlenség történt, hogy a gyár nem volt fizetés képes. Nekünk tartozott, de nem tudom mennyi, 200 ezer dollárra, de én ismertem jó a főnököt, hát mondom, miért nem fizetek? Azt mondja, az amerikai vállalatunk tönkre ment, mert felszámolás alatt van, nem tönkre ment, hogy egy új vevőt keresnek, és ti csináltok profit? Na hát akkor mutasd meg a könyveket. Elmentem egy szombat este, és egész vasárnap átmentem a könyvein a termelésén. Ezeknek szakszervezetük volt. Ezek 550 millió dollár volt a forgalmiuk évente, nekünk pedig 12 millió volt. De láttam, hogy ezen pénzt lehet csinálni, hát mondom, én megveszem a gyárat. Pénzük nem volt annyi, véletlen is se. Úgyhogy elmentem a kormányhoz, mondtam, hogy ott azt hiszem 5000 ember dolgozott, én megvédem az, nem az egészet, ennyi és ennyi ember, és a kanadai kormány adott 30 millió dollárt. Ez mint ajándék. Megvettük a gyárat, és rendezhettük. Szóval akkor ez egy sikertörténet. Akkor ez egy sikertörténet a White Farm. Ez nagyon sikerült. De nem sokáig tartottuk meg, mert volt egy 49% partnerom. Az meg nagyon irigykedett, sok pénzt csináltam, és megvette. Akkor nagyon földobott minket, mert nagyon nagy pénzt csináltam ezen. Úgyhogy... Jó, befektetés volt a további üzletekben. Igen. Ugye? Ez egy amerikai páncírozott harcjármű. Ja, elég számít. Mindegy, ezeket gyártottuk teljesen az egyik közemben, ez se volt a miénk, ezt is megvettem. És ez ment egy pár évig. Ez elég jó pénz volt. Szóval így érkeztünk el tulajdonképpen 1985-ig, amikor ön 50 éves lett, és akkor a Linamar évente olyan 30%-os növekedést ért el, még akkor is, ugye az a védelmi iparban. Nem is tudom, mennyi lehetett, hány millió dollár volt. 88-ban érték el, ugye az egy 86-ban 36 millió volt a forgalmunk, amikor már eladtuk a kombánygyárat. És akkor egy döntési helyzethez ért, hogy hogyan lépjen tovább. Megtartsa a Linamar családi vállalkozásnak, vagy pedig tőzsdére menjen? Hát a helyzet az volt, hogy 86-ban születtek a gyerekek. Hát 20 éves, 23 éves. Mindenki egyetemen volt, egy se akart bejönni az üzletben. Ahogy mi nőttünk 30%-ra egy évbe, később 15%-at, ez egy nagy probléma, hogy egy ilyen üzemet eladni. Tehát kell egy vehicle, hogy mondják. Egy eszköz. Yeah. Hogy kellett, hogy mondjuk 10 év múlva vagy 20 év múlva mit csináljak vele. Hogy lehet részvényt eladni, de ha nincs tőzsdén, nagyon nehéz eladni. És ezért határoztuk, hogy tőzsdére visszük az üzemet. A kisebbik lánya Linda ekkor jó volt matematikában, de alapvetően nem a műszaki pálya iránt érdeklődött. De műszaki pálya, hát kémiában. Kémiában. Ez nem műszaki pálya? Hát, reál. Ja. Úgyhogy nem a gépiparit választotta a másik lányom se. Úgyhogy elvégezték az egyetemet, és egy évre rá meggondolták. De akkor már
tőzsdére vitte a céget. Akkor már tőzsdén voltunk, tehát vagy 3-4 éve, nem tudom, hogy melyik évben volt, és a feleségem a szigeteken volt egy kis vakáció, és hív a kisebbik lánya, vagyis a fiatalabbik lánya. Egy évet volt kín az egyetemen, végezte be, és Sivia, nem tudom, ismerik-e az üzenet, Sivia, egy francia orvossági. Úgyhogy ott dolgozott egy évig, és akkor hív, azt mondja, mikor jövünk haza. Hát mondtuk, hogy mikor, azt mondja, valami újságban. Hát mondnám meg, nem mondja meg, véletlenül repülőtéren majd megmondom. Hát azt mondja a feleségem, biztos állapotos. Hát biztos valami nagy baj van. Hát megérkezik a repülőtérre, és akkor mondja, hogy meggondolta eljön a szüzembe dolgozni. Ez volt azt hiszem 1990-ben. És nem emlékszem az éve. A könyvben úgy emlékszem. Igen. És 1986. január 16-án, két nappal a születésnapja előtt ment tőzsdére a Linamar. Igen, ja. Ez is így, csak így a könyvből veszem. Tehát, hogyha tudta volna, hogy a lánya belép az üzletbe, akkor megtart a családi vállalkozásnak? Soha. Soha nem mentünk volna a tőzsdére. Soha. Hát, ha el tudja képzelni, 10 millió dollárért eladtam, ami ma ér, két és egy billió dollár. Milliárd. Milliárd. De hát lényegében, akik megvették, nagyon jó. Tehát okos vagyok én, de hogy is. Annyi hibát követtem el, de úgyhogy hát sok ember milliómos lett a vállalat. Beszéljünk erről a tőzsdére lépésről egy kicsit, tehát azt hiszem 6,75-tel. 6,75-tel jött ki, és 12-szer ment célja. Tehát 11 részvényből 2-t csináltunk egy évre rá, mert nagyon jó ment. Utána megint 2-t vártuk, úgyhogy egy részvény ma mondjuk 60 dollár, ez 1,12, de lényegében emelte az 20 fillérért kapott ma 60 dollárt. Végülis, hogy mi megtartottunk el keveset, hogy nem. Azt olvastam, hogy utána 1986-ban Kanadában 105 új cég ment a tőzsdére. Egy évvel később megvizsgálták, hogy melyik milyen teljesítmény nyújtott, és a Linamar a 335%-os növekedéssel messze kiemelkedett, míg az átlag olyan 24-25%-os növekedést érte. Tehát tulajdonképpen egy óriási sikersztori volt a tőzsdére menetel. Hát szerencse is kell, mert olyan munkákat kaptunk, hogy tényleg nőttünk nagyon. Nagyon, nagyon érdekes ügy ez az apáról, vagy az apa, aki kezdi a céget, annak a tovább keletkezése, vagyis a leszármazása, a családon belüli folytatása ennek a bármilyen cégnek Kanadába, és nagyon sok ilyen családi cég nem sikerült átadni az irányítást egy családtagnak, mert összevesznek a gyerekek, vagy gond van, és ez egy óriási sikere ennek a Linamarnak, hogy nem csak a céget sikerült egy generációról a másikra, de mindjárt Frank elmondja, hogy pontosan hogy is, mik voltak a feltételek, de az is, hogy sikerült az is, hogy az Eatons, a Balfman, még sorolhatnám, hogy hány cég ment úgy széjjel, hogy
ellaposodott, és nem sikerült a családnak kézben, családi kézben tartani a céget, vagy tönkrement az Eaton's helyzetében, teljesen tönkrement a cég. Szóval nagy kanadai cégek mentek így tönkre, mert ez egy generációs, ez egy óriási nagy ügy, ami biztos, hogy ilyen más országokban is ugyanúgy létezik, de ez egy óriási sikerélmény, és egy nagy dolog, amit mondtál, hogy hát, milyen feltételek alatt. Kanadában dokumentában van 85%-a a második generáció nem állja meg a helyet a családi özletben. 85%-a vagy eladja, vagy tönkre megy. Na jó, de ezért én kiírtam a lányomnak. Ez egy családi fotó. Na, ezen a gépen kezdtem az ötletet. Ez az $1000-os első. Ez az $1000-os gép, igen. Ez 25 évvel a Dénavár létrehozása után készült fotó. Ugye Nancy, Margaret, Frank és Linda. És a Linda. Igen. Bocsánat, csak be akartam azt is fejezni, most jutott eszembe, hogy nem csak az irányítás sikerült átadni, de a munka ethos. Jól mondom, hogy the work ethic, ahogy pontosan, ahogy Frank vezette azt a céget, hogy ilyen keményen, stb. Mikor találkozik az ember Lindával, akkor csodálatos, professzionális nő, és pont úgy viselkedik, de pont úgy kezdte az alján, mint ahogy a többi, és azt hiszem azért becsülik és szeretik annyira a Linamar. Mindjárt akkor erre le is kérdeznék, hogy ugye 90-ben Linda bejelentkezett, hogy a Linamarnál szeretne dolgozni. Igen. Akkor megkapta természetesen a vezérigazgatói posztot, elnök lett, és ugye elkezdhetett dolgozni, igaz? Hát úgy egyeztük meg, hogy én kiírtam egy oldalba, hogy mit kérek tőle. Tehát mindenképpen, ennek felejtsük, hogy ő már elvégezte az egyetemet, hogy én kiírtam, hogy minden gépet kell, hogy megtanulja, hogy kell dolgozni rajta. De nem csak, hogy megmutassák, hanem hetekig dolgozzon azon a gépen. Kiírtam 9 évet neki. 9 évet. A feleségem azt hitte, hogy hát ez borzasztó, hát ezt nem lehet megtenni egy fiatal emberre vagy nővel. De mondom, ha vezető akar lenni, meg kell, hogy tanulja a kultúrát. Kultúrának mondják? Igen. Tehát ha nincs kultúrád, üzemi kultúrád vagy vállalati kultúrád, nem lesz ez sikeres. Hát ő elvállalta. Ő dolgozott 9 évig, tehát először gépeken, utána beszerzőkhöz. Esztergo gépen kezdte ő is. Esztergo padon, fúrógép, marógép, szerelés, és minden iroda helységben dolgozott, de mondom, hónapokig, például amikor a könyvelőst átvett az egyik vállalatba, hát ott másfél évig csinálta. De könyvelésnek mondja? Úgyhogy de igyekezett. És utána jött be a központba. Közben letette az MBA-t is? Közben befejezte az MBA-t. Na, ez érdekes volt. Jön hozzám, azt mondja, MBA, magyarul is MBA? Master of Business. Kérdezte, hogy mit halasszak el? Gyereke szüljek, az MBA-t halasszam el, vagy hát a munkát nem tudom itt hagyni. Tehát mit csináljak? Hát mondom, ne halassz el semmit, véletlenül sem. Az ember olyan, és ha visszagondolunk a háborúra, olyan az ember, hogy szinte lehetetlen ma elgondolni, ami történt a háborúban, hogy ezt mi tudnánk csinálni. Szinte lehetetlen. De ha kell,
akkor megbírjuk csinálni. Mondom, ne hagyjál semmit. A professzorja mondta neki, hát gyereked azért ne csinálni. De azt mondja, akarok. Sőt, két gyereket, két vállalatnak volt a főnöke a két év alatt, és sikeresen. Három-három hónapot maradt otthon szülési szabadság. Három hónapot maradt, és mikor a tantárgyak mentek, vagy a tanulás, a feleségem elment, ő a gyereke, a Linda kijött a tantárgyból, és megszoptatta a gyereket, ő visszament. Úgyhogy mi sokkal többre vagyunk képesek, mint ahogy mi elgondoljuk. Sokkal többre. 9 év után lett akkor prezident, és 2002-ben pedig CEO, ja. Ugye? De megmondom, hogy egy kicsit dicsekszek a lányomra, mert mióta ő átvette a vállalatunk háromszorra nőtt. Én ezt soha nem tudtam volna megcsinálni. Én sokkal lassabban akartam volna csinálni. Ez már egy nem olyan régi fotó. Ez nem tudom, mikor készült. Mi változott a... Én vagyok a jó képi aztán. Mi változott a Dinamár kultúrájában? Tehát minek köszönhető ez a valóban nagyon gyors ütemű fejlődés? Hát, mi változott? Nagyobb, sokkal nagyobb célokat tűz ki, mint én. És a célokat pedig ő végrehajtsa. Ő nagyon határozott ebben. És képes, ami a legfontosabb. Ja. Célokról beszélve, 2010-re tűzték ki azt, hogy a Linamár éves forgalma eléri a 10 milliárd dollárt. Most tartanak... Azt mondtam, hogy bolond, de... Nagyon úgy néz ki, hogy meg lesz. Most tartanak időarányosan, tehát több mint 4 milliárdnál, ugye? Az idén 4 milliárd. Tegnap vettünk egy üzemet, ami 500 millió forgalma van. És növünk annyit, hogy jövőre... Na, nem mondok számot, mert ez illegális. Ezt csak úgy lehet csinálni, hogy bejelenteni a tőzsdén először. De jó haladunk, jó úton haladunk. Hát majd biztos lesz egy-két kitérés, mert az életben az utak nem egyenesek mindig. Ez mit jelent, hogy azért milyen ütemű növekedés feltételez az évről évre? Hát... 15%, 10%-on föl. De ha azt nézzük, hogy én nem tudom, ismeresek a 72-es számmal. A 72-be belasszuk mondjuk 10%-ot, ez 7,2, ez azt jelenti, hogy compounded, nem tudom magyarul az mit jelent, 7,2 év alatt megduplázza magát. Nem tudom, hogy értik-e. Például, ha befektetnek pénzt, és a befektetett pénzre kap 10% kamatot, a tizet meg kell osztani a 72-ben, 7,2 év alatt a pénz megduplázza magát. Ugyanúgy vagyunk a növekedéssel. Hát, ha növünk 15%-ot, 15 a 72-ben, az hát már hány, 5 év alatt.
megduplázza magát. Hogyha ez igaz, akkor elértük a célt. De célnak kell, hogy legyen kitűzve mindig. Annélkül, hogy na hát csak dolgozunk, és ne tűzünk ki egy célt, ennek nincs értelme. Tehát ajánlja azt, hogy még ma is érdemes Linamar részvényeket venni 60 dolláros áron? Tessék? Ma is érdemes még Linamar részvényeket venni 60 dolláros áron? Na jó, ez egy olyan kérdés, hogy erre nekem nem szabad válaszolni, mert ez illegális. De egyet kérdezhet. Adok-e én el, vagy veszek-e én? Hát azt tudom, hogy már jó ideje vesz, mert lement 19%-ra. Ezt meg szabad kérdezni, erre adhatok választ. De az, hogy valakinek mondani, na hát fő fog menni, mert az ember sose tudja. Nekünk a legfontosabb, mert azt talán nem akarják hallani, nekünk a legfontosabb, hogy legyen gazdasági váltság. Mert minden gazdasági válság után, ha megnézi, mi nagyot növünk. Mert mi elég gazdag vállalat vagyunk. Mi például 500 millió dollár készpénzt csinálunk egy évben. Aki gazdag, mint vállalat, van pénze, sokan nem tudnak terjeszkedni. De ha megnézzük az utolsó 35 vagy 40 évben nekem megvan, 2 évre rá a nagy válság után mi marha nagyot növünk mindig. Úgyhogy egy kis gazdasági válság nem is van rossz. Én azt szeretném kérdezni, hogy amióta kijött a könyv, mennyit növekedett a Linamar? Hát, a Susan írta a könyvet azóta visszafelé. Nem igaz, nem igaz. Óriási ugrott. És ezt szeretném csak talán egy utolsó gondolat, hogy Kanadában nagyra becsült név a Linamar és a Hazenfratz név, és azt mindenki tudja, hogy 56-ban jött 5 dollárral, and a kanadai kormány még egy Center for Excellence-et is ír, és épített Wealth Fund, ahol olyan dolgokat tanulhatnak munkások, más nem tudom, hogy pontosan mi a struktúrája, de egy óriási nagy hely, ahol people can learn trades, szakmát tanulhatnak az emberek. És ez azt hiszem, hogy Frank többször mondta el, Hazenfratz úr többször mondta el az interjúk alatt, hogy az emberek nem tanulnak szakmát manapság. Mindenki orvos akar lenni, meg ügyvéd, és ebből meg lehet élni. Ez egy olyasmi, amit valami bemegy a cégbe, és valami kijön a cégből. Nem pedig ötletek, vagy ez az amaz, hanem ilyen ambiguous, nem megszakadó dolgok. De hogy ez a Center for Excellence is a kanadai kormánynak a nagy megtisztelő ajándéka volt ennek a cégnek, hogy ennek alapján tanítsa meg a Linamar, hogy kell szakmát tanulni, és hogy ez mihez vezethet. És tudom, hogy itt Magyarországon is nagyon becsülik, és nagyra becsülik Linamar és Hazenfratz úrnak a befektetését, de ez kettős, ez két oldalon van. Nekem még, jó? Hogy mi a legnagyobb probléma? Mivel annyira növünk, hogy nincs elég az utánpótlás a menedzserbe, nem bír utolérni. Ezért a legnagyobb hibát, amit mi elkövetünk, hogy túl gyorsan előre léptessük az embereket. És sok embert mi tönkreteszünk. Előre léptesse, mondjuk itt van egy jó szakember, akkor most előmunkás lesz. Nem biztos, hogy a jó előmunkás lesz. Na most elveszítettünk egy jó szakembert, mert ő elment haza, mondta, hogy ő most menedzser lett, 6 hónapra rájövünk, hogy nem bírja csinálni. Ő vissza nem tud lépni, szégyeli, mi lett a vége, tönkretettük őt,
mi megveszítettünk. Úgyhogy ezért van ez a nagy oktatás, hogy a maga kultúránkat vegye föl, és lássuk, hogy ő képes-e vagy sem. De ha 15%-ot nő, most van több mint 20 000 emberünk. Ez azt jelenti, hogy nekünk 3 000 új ember kell minden évben. Ez azt jelenti, hogy 1/3 a munka a alkalmazottunk, 1/3 valamilyen vezetőségi állásban van. Hát ez őrület, 1000 ember. Hogy tudjuk ezt csinálni? És behozunk kinti embereket, nagyon ritkaság, aki megtalál, aki át tudja venni ezt a munkakultúrát, ami nálunk van. Úgyhogy a képzés nagyon fontos. Szóval nekem még egy szlájdom van, és akkor utána átadnám majd a közönségnek a terepet, hogy kérdezzenek. Még lesz egy kis időnk. Ez pedig egy 2006-os kép, egy magyar kiküntetéssel, tehát a magyarországi kapcsolatokról szeretnénk még kérdezni. Először is, hogy mikor kezdett el újra visszajárni Magyarországra? Mikor? Kezdett el ismét visszajönni Magyarországra. 56 után mikor volt először? 68-ban volt az első. 68-ban már probléma nélkül tudott jönni? Igen. Yeah. Kanadai állapot. Nem egészen probléma nélkül. Emlékszem, hogy be kellett jelentkezni a rendőrségen, és Bicskére mentünk, és a rendőrkapitány becsukta az ajtót, és bezárta. Na, mondom, most már biztos bajba vagyok, de nem volt semmi probléma. Nem. És 68 óta akkor rendszeresen járt haza, és a szülők is kilátogathattak, ugye? Rendszeresen jár minden évben, egyszer-kétszer. És mikor döntött el, hogy Magyarországon terjeszkedik, tehát Magyarországon is épít gyárat, illetve vásárol gyárat? Hát ez úgy történt, hogy mikor a kombánygyárat eladtuk, de utána visszavettük a kombánygyárat, ami csak egy gépet, és Magyarországon, Orosházán vettük a csőtörőt. Pestiek nem tudják, ez mi az a csőtörő. Visszavettük, kezdtük gyártani meg a kombány, szükségünk volt csőtörőre. És hogy eljöttünk, és megismertünk, az Ivanics itt van, János megismertem, és megvettük az üzemet. Azt hiszem 300 ember volt ott. Kérdeztük, hogy hány, kb. 300 ember, de nem vagyok összes benne. Mondok egy sztrófát, a President Obama jött hozzánk a látogatóba, és végén megyünk az üzemen, nagyon talpra esett, úgyhogy jókok van ember. Azt mondja, és hány ember dolgozik ebben a gyárban? Hát mondom, 50%. Azt mondja, hány? Hát mondom, 50%. Többi nem dolgozik, de csak egy szólt az egész. Szóval 92-ben megvásárolta a mezőgépet. Igen. Túl sokat fizettünk. Igen? 100%. Felér meg tudtuk volna kapni. A lapunk meg is nyilatkozott arról, hogy a figyelőnek a mostani számában, hogy ezt Magyarországon nem érzelmi alapon vásárolta meg a mezőgépet. Tehát, hogyha a Kelet-Európában máshol jobb lehetőségek lettek volna, akkor ott vásároljárak. Na, elsősorban nekünk a csőtörőre volt szükség. Másodszorban megmondom, hogy a magyar ember, a fiatalok főleg, nagyon jól dolgoznak. Idősebbekről nem beszélek. De a fiatalok nagyon jó. Tehát, hogy mi miért jöttünk ide mondjuk az autóiparral később, hát a helyzet jobb lett volna mondjuk
Szlovákiába, vagy Csehországba, oda mentünk volna. De nekünk Magyarország nagyon, nagyon jó bevált. És nagyon sikeresek, csináltok elég profitot. Mégis tőzsdén volt sokáig a Magyarországon a Linamar, és utána 2011-ben kivezették a tőzsdét. Miért? És mi a következő kérdés? Erről nem beszélünk. Jó, mert a kis részvényesek nem voltak túl elégedettek, utána nagyon nagy növekedésnek indult a Linamar, miután kivezették itt a tőzsdéről. Mert a kisebbségek visszatartanak, de erről nem akarok beszélni. És arról esetleg, hogy vannak magyarországi további tervek is, hiszen mindenfelé bővülnek a világban. Persze. Magyarország, ahogy kinéz, párhuzamosan fognak nőni, mert a kínai is nőnek, most Brazíliában is vagyunk, Amerikába, Mexikóba, kivéve a franciák, itt van a francia főnökünk, az nem fog nőni. Francia az nagyon bevált nekünk, a magyarok nagyon szeretik, meg a mexikóiak, mert ők még sokkal jobbak a franciának. Hát azok 35 órát vannak alkalmazva, és hány órát dolgoznak, ez egy másik. Ha jól tudom, akkor fél éve csináltak itt a régióban egy összehasonlító elemzést, hogy melyik országban érdemes befektetni, vagy melyik országban milyenek a befektetési körülmények. Mi volt ennek a tanulmánynak a konklúziója? Hát fejben nem tudom, de megnéztük például Magyarországon adóba, az állam kap most, ha jól tudom, 11 ezer dollár minden befektetett ember után. Francia legmagasabb, hogy mit fizetünk, körülbelül 50 ezer dollárt évente. Kanadában 27 ezer dollár. Úgyhogy Magyarország nagyon jó áll. A mostani adózás Magyarországon nagyon jó. Persze itt is menedzserekre van szükség. Itt az oktatáson megint a probléma itt is van. Mert hiába nő, most nem tudom, 2600 emberünk van, ha jól tudom. De ha nőnek 10%-a vagy 15%-a, ez 2-300 ember egy évben. Hogy mondjam, elég sok feszültséget okozhat, ha nincs elég főnök. Minden a főnöktől függ. A főnök jó, a beszött is jó. A főnök elmegy golfolni minden nap 3 óra, akkor a beszött se dolgozik. Nálunk szerencsére nem olyan népszerű a golf. Szóval akkor elképzelhető, hogy még az elkövetkező időszakban. Persze, ha versenyképes. Minden attól függ. Mi ott terjeszkedünk, ahol több pénzt tudunk csinálni. Én tudom, hogy a Susan azt hiszi, hogy én szociáldirektor vagyok, az nem vagyok. Most vicce. Yeah. Köszönöm szépen, és akkor kérem. Szerintem, hát hogyha van kérdés a teremben, akkor nagyon szívesen átadnám a szót. Kérem, hogy aki kérdést tesz fel, az mutatkozzon be, hogy Házertrancot tudja, kinek válaszol. Will you entertain a question in English and translate? So. Thank you. Done? No. Okay, thank you. My name is Alan Kerr. I'm the general manager of ATCO's operations
here in Europe, and our European headquarters is in Budapest. My question would be if you could imagine a 25-year-old young man sitting in front of you today and thinking about both the opportunities and the challenges, and he were want to emulate your career, your success, what words of advice would you offer this young man? You have to believe, the first thing you got to do is believe in yourself. And secondly, have a plan. If you don't have a plan, and if you don't have a point where you want to get to, you're never going to get there. And is it going to be easy? Absolutely not. But you should enjoy it. And you cannot be a marathon runner if you don't know where the finish line is. So you got to keep that in mind. Where is the finish line? And before you get to the finish line, get another point. We, for instance, right now, about 3-4 months ago, we always plan, what are we going to do 5 years from now, 10 years from now, 50 years from now, and this year, 100 years from now, and 150 years from now, what type of work are we going to do for the company to survive? An individual wants to start a business, you got to think the same way in a smaller scale. But if you do not think that way, if you don't have a goal, you're not going to get there. If your goal is just to make money quickly, you're not going to survive. You know? Thank you. Köszönöm. Én Kálmán János vagyok, és a munkám kapcsán elég sokat foglalkozom az autóiparral, így kerültem kapcsolatba a kanadai nagykövetséggel is. Én minőségügyi auditor is vagyok, és kicsit a múltba visszatérve elég jól ismerem a Csonka János gépjárnak a történetét. Ott is voltam ilyen ISO 9001-es minőségügyi auditor. És ott elmondtak többek között egy olyan dolgot nekem, hogy ők kompresszorokat gyártottak autóbuszokhoz, ugye, amivel becsukták az ajtót, és volt olyan helyzet, hogy minőségügyi problémát jeleztek a vevők, és kiderült, hogy egy olyan kompresszort találtak hibásnak, olyan kompresszort találtak hibásnak, amiben a gyár emblémája volt benne, de az anyagvizsgálattal megállapították, hogy nem ők gyártották, hanem hamisították a terméket. És az a kérdésem, hogy a Linamar gyáraiban találkoztak már hasonló esettel, hogy esetleg ázsiaiak vagy valaki más, de hamisította a cégnek a termékeit. Természetes. Köszönöm. És egy nagy probléma volt ebből. Mi gyártsuk a Skyjack gépet. Igen, az emelő. Ez egy emelő. Ez, amilyen mi gyártunk, mostan 120 gépet egy nap. Ebben különböző csapok vannak benne. És az utánpótlást hamisított csapokat vettek Kínából. Nem csapnak mondják? Csapszeg. Tengelyek is, tengelyek. És eltörtek, és nem bírtunk rájönni, kémiailag az anyag jó volt, fizikailag az anyag jó volt, hogy mi is történt. Na, de nekünk minden anyagunkban meg tudjuk határozni, hogy a miénké vagy sem. Rájöttünk, hogy nem a miénk, és a kínaiak, aki nem tudom, hogy ki, technikus vagy mérnökét, rudanyagot, ha száraranyagot csinálom, ez körülbelül 4-5 méter hosszan csinálják, és ott áthúzzák egy húzógyűrű. Igen, méretre, és a kínaiak nem akarták megállítani a gépet 5 méter után, erre összeheggesztették. És akkor csak húzták, és de ha össze van heggesztve, ott eltörik. És nem tudtunk rájönni, hogy ki is csinálta, a végén rájöttek, de hát a mi gépünk persze
mondták, hogy rossz képet csináltam. Úgyhogy persze van hamisítók mindenből. Ma mindent lekopíroznak. Köszönöm a választ. Kérem. László vagyok, a Veszkász Európai Vezérigazgatója. Amint ön is beszélt erről, nem csak a Dinamarnak, hanem aztán Magyarországot is szüksége lenne több és jobban képzett vezetőre. A céget, amennyire én ismerem, az jellemző, hogy nagyon pragmatikus és nagyon alapos módon készít fel a szakembereket. Előre lehet tudni, hogy ki milyen lépcsőkön fog végigmenni ahhoz, hogy bizonyos pozícióba elérhessen, karriertervek vannak, utánpótlástervek vannak. Hogy gondoljam, miképpen tudná a Dinamar támogatni a Magyarország vezető képzést? Milyen módon lehetne ezeket a igen jó rendszereket? Magyarországnak támogatni a itteni továbbképzésnek a szakembereit. Tehát az örök kiváló rendszereit miképpen lehetne a hazai vezetőképzés szolgáltatóvá állítani? Mindenféleképpen ma nem fog egy fiatal ember elmenni tanoncsnak, vagyis kitanítani annélkül, hogy fizessünk neki. Ezt kell a fiataloknak ma, fizessenek érte. Mert, ahogy mondtam az előbb, Magyarországon, hát adjanak neki $5,000 egy évben. De én mondtam az előbb, hogy minden munkás után az állam $11,000 kap. Hát akkor költsetek $10,000 rá két év alatt, és képzeld, mi lesz a vége. 40 évig fog dolgozni, és minden évben visszaadja, tehát minden évben dupláját kapja vissza. De hát sajnos a szülőkkel is probléma van. Mert a szülő is azt mondja, hát az én fiam legyen mérnök, vagy ő legyen jogász, hát akkor az van elegét. De érti, hogy mit mondok, kell oktatásra szükség van, de egyéni ember nem bírja megcsinálni, egy vállalat nem bírja megcsinálni. A menedzsereket mi oktassuk, igen. Azt csináljuk. De alul kell kezdeni, mert maga a vezetőséget legjobb alulról kezdeni. Mert ha fölülről kezd, csak egy munkás tudok, aki fölülről kezd és sikeres, amik a lukatásig. Mert akkor fölülről kell kezdeni, de egy lukba köt ki. Akkor, ha jól értem, tehát az ipari képzés, az az állam feladata, és a menedzser képzést már legalábbis a Dinamarnál átveszi a Dinamar. No, megcsinálják a képzést, de fizessenek neki, az állam fizessen neki. Hát az államnak annyira fontos. Na, mondok egy amit a múltkor nem tudom kinek mondtam. A gazdaságot az országba kicsinálja. Gazdaságban jön? The wealth. A gazdagságot, a tőkét. A gazdagságot. És kicsinálja. A termelőüzemek, a farmerok és a bányászok. És mindannyiatok ti abból éltek. Hidd el, ha már nincsen termelőüzem, honnan jön a pénz? Honnan Kínába veszik? Ez rendben van, eladják, az eladó keres valamit, de a pénz mindig kevesebb lesz. Tehát a fontos az országnak, hogy minimum 20% a munkásoknak kell, hogy termelőüzemekben legyenek, valami olyan termeljenek konkrét dolgot, amit meg lehet fogni és eladni. Kézzelfoghatom. Na most, ha nézzük egy pillanatra, ha nézzük a számainkat,
egy munkás egy gyárba keres mondjuk 15-16 ezer dollárt. De mennyi a bejövetelünk ezért a munkája? Körülbelül 100 ezer dollár Magyarországon. 100 ezer, tehát 15 ezer kap, hova megy a másik 85 vagy 80, nem 80 százalék, olyan legalább még három munkás dolgozik ezen, vagyis azok élnek ebből. Ezek a házépítéstől kezdve, tehát nekünk nagyon fontos minden országnak, hogy valamit termeljenek, mert abból nem lehet megélni, hogy csak ezt az én pénzemet neked adom, te ő neki adod, és a körömet elfogy. Tehát oktatni kell mindenféleképpen, és termelni kell. Még egy kérdésre lenne idő. Köszönöm szépen. Kürtösi Katalin vagyok a Szegedi Tudományi Egyetemről, és egy kicsit kakukktojás ezekben a körökben, mert egyetemi oktatóként érdekel több minden. És kicsit talán képviselem azt a még 21 pár kollégát is, akik Magyarországon, egyetemeken, főiskolákon kanadai kultúrát tanítanak, és próbáljuk megismertetni ennek az országnak az életét. Ami miatt most itt kérdésre emelkedtem, az az, hogy egy ekkora cég vajon a nagyon konkrét üzleti terveken túl milyen módon kapcsolódik be akár a jótékonysági, akár a kulturális területen a közösség életébe. Köszönöm. Persze, hogy Magyarországon is, mert minden államban, ahol mi vagyunk, vagyis országban, támogatunk sok minden. A futball csapatoktól kezdve, a kultúráig, mert erre is szükség van. Tehát kell egy üzemi kultúra, de kell nekünk egy kultúránk is. Mert nekünk, hogy bekapcsolunk ehhez, támogassuk a kórházat, támogassuk a színészeket, nem tudom, hogy miért támogassuk, de támogassuk. Csak egy utolsó szót szeretnék mondani, amit én tanultam abból, hogy megírtam ezt a könyvet, Rod McQueen-nel együtt, az állandóan kérdeztük a legacy question, a big legacy question, hogy mi volt az, amit visszanézve ennyi év munkára, és tényleg csak azt tudjuk mondani, hogy a sok nehézség, amin keresztül ment ez az ember, ha lehet mit beszélni róla, mintha nem lennél itt, de az óriási módon megerősítette Frank Hasenfratzot. És ezt a this molding of an individual, ez csodálatosan történt, és annyira erős akarata van, mikor valamit keresztül akar vinni, hogy ez csak egy nagyon kemény múlttól lehetett meríteni. Ez nem egy ilyen, hogy jaj, hát talán ha ez nem működik, átmegyek valami máshoz. Ilyen gondolkozás nincs benne, hogyha ő volt olyan dolgok, amit kudarcba ment, de rengeteg ötlete és cége sikeres volt, mert a múlt rápecsételte, és az a magyar nehéz múlt rápecsételte az erős akaratot. És sokszor, mikor elkeseredett magyarokkal találkozunk, akár itt, akár határon túl, vagy valahol, akkor mindig el lehet mondani, hogy mennyi mindent lehet tanulni egy ilyen ember sorsból, hogy a nehézségből font aranyat, igazán font, vagy úgy értem, hogy font aranyat. És csak gratulálni tudtunk mind a ketten, mint írók, akik annyi sok mindent tanultunk meg tőle, és láttunk az ő példájából, és ez a kultúra, amit továbbadott a cégen belül, ez folytatódik, ez megy tovább. Az a kis srác, aki szárban nőtt föl, és halott orosz katonákról, meg mindenről leszettek még a... Ez volt a játékuk, hogy leszették az aranyat, leszettek bármi mást, ami érték volt, és
ott kezdődött már az entrepreneurship, már fiatal korában kezdődött az, hogy csináljuk valamit, hát fiúk, hát találjuk valamit, és bármilyen groteszk példa, mégis egy csodálatos, lehetett látni, hogy the entrepreneurship started really young, és az a sok nehézség csak építette, formálta. A helyzet az, na, kedves, majd nagyon el is veszlek feleség. Ó, neked van fél. amit én látok, hogy én emlékszem, hogy mi történt a múltban, de nem nagyon nézek visszafelé. Én csak előre nézek, de emlékszem, hogy itt mi történt. Mert ha az ember mindig visszafelé néz, nem látsz előre, és megbotlasz. Úgyhogy lehetőleg a fiataloknak mondom, jó, elkövette egy hibát, jó, mit tanulta belőle, menjünk tovább. Mert az, hogy mindig visszafelé nézni, ez csak rosszat tesz. Én látom, hogy lenne még több kérdés, de remélem, hogy a mostani program után még lesz erre alkalom. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy olvassa a könyvet, tényleg megéri. Frankhauser, Franz Susan Park, köszönöm szépen a beszélgetést. Van könyvet? Kint várja mindenki kap egy könyvet. On behalf of the embassy, I would like to echo my ambassador's comments, thanking our panelists, Frank Hasenfrantz and Susan Papp, our very talented moderator, Mr. Gabor Lambert. It's been a fantastic story that we've heard today, and I've also found it to be a very educational one. I've learned that perhaps I've chosen the wrong career path. I've learned that free trade can benefit business. And I've learned, of course, that playing cards should never, never, never be brought to the office. So you can read more about this story in Fideo magazine, this week's edition. And also on your way out, courtesy of Linamar, we would be pleased to offer you and present to you a copy of Susan Papp's book, Driven to Succeed, so you can read more about the story. But we hope that you won't leave us yet. What we'd like to do right now is a transformation. You've all been sitting for a long time. We'd encourage you to stand up. And we're going to move all these chairs away really quickly and have a reception. And this is a chance where we can speak to our panelists at greater depth, in greater depth, and also talk amongst ourselves. So thank you all very much for coming. You've all been very patient, and I hope you'll stay with us for the reception ahead. Thank you.